Magyarok! Örvendünk, hogy ismét a negyedik évfordulat együtt meg tudjuk tartani ennek az ünnepének, a Gyimesi Bőgyekben. Köszöntök mindenkit, aki elfáradt erre az ünnepére, és szívesen elvárjuk jövőbe is, minél többen ünnepeljessük együtt ezt az ünnepét. Köszönöm szépen! Ezzel a járművel. A 2008-as jövetelünk az volt igazából nekünk a legfelemelőbb, meg gondolom az itteniaknak is. A mostani, tehát a többi alkalom már az olyan, mint hogyha egy kicsit hazajönnénk, és az ittenek, akik itt laknak, azoknak a fogadtatása és a szeretete az felbecsülhetetlen. Take it!
Isten hozott benneteket, és imádságos lelkülettel szeretett testvéreim, vegyünk részt a Szent Misén. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyáján együtt voltak az apostolok. Hirtelen zugás támadta az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Áldozzák lelkedet Istenünk, újítsd meg az egész világot. Mondj áldás lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon én Uram Istenem. Mi számosak a műveid, Uram, teremményeit betölték az egész világot. Áldozz meg lelkedet Istenünk, újítsd meg az egész világot. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Az evangéliumból vett idézettel Jézus Krisztus szavaival akarunk gazdagítani benneteket Krisztusban, drága testvérek. Békességre van szükségünk. A zsidó szónak az értelme azt jelenti békesség Istennel, békesség embertársainkkal, békesség önmagunkkal. Ezt a békességet kívánjuk nektek itt, az ezer éves határon, a boldogságos Szűz Mária templom közelében, ősi templomunknak közelébe, ahol nagyon sok imádság, nagyon sok szenvedés, nagyon sok megpróbáltatás, de ugyanakkor nagyon sok lelki vigasztalásban részesült népünk, a gyimesek népe. Szeretett testvéreim, a pünkösd ünnepe legyen számunkra az öröm ünnepe, az alkotás, ahol megbízott Istenünknek az ünnepe, aki valóban ilyen nagy hatalommal és erővel töltött el bennünket is, s legfőképpen megbízik bennünk, akkor, amikor ilyen feladatokat ad a mindennapi életben építeni Isten országát, építeni a közösséget, építeni a jövőt. Adja mindenható Isten, hogy ez így legyen. Adja mindenható Isten, hogy lelketekből a fény soha ki ne aludjék.
Legyen szívedben mindig jelen az a fény, amivel a Jóisten megajándékozott. Fény a szívedben a hit, az égi haza lángja. Óvd vihartól, cibáló széltől, mert vaksötét az út, ha kialszik-e parányi fákja. Vaksötét az út, ha valóban kialszik lelkedből az igazi hit, kialszik lelkedből a felebarátod iránti szeretet, a kialszik lelkedből a felelősség tudat testvéreid iránt, és akkor itt igen bondukulsz az élet sötét zarándok útjain, de sohasem fogod megtalálni életednek értelmét, célját. Zarándoklatra jöttünk, az őseinknek régi nyomdokaiban tapostunk és tapasunk. Szeretett testvéreim, építsük és erősítsük ezt a zarándoklatot az összefogásunkkal, közös erőnkkel és a jövőben vetett bizalommal, erővel. Isten bízik bennetek, Isten szeret benneteket, Isten nagyon sok feladattal és kincsel áldott meg benneteket. Amen. Áldott szép pünkösnek gyönyörű idején zarándoklatra indultunk. Kimozdultunk otthonunk kényelmes világából, hétköznapi életünk mindennapos kemény munkájából, küzdelmeiből, és eljöttünk Csíksomjóra a Szent Szűzhöz, hogy a lélek erejében találkozzunk egymással. Többször is bőrigázva, fülig sárosan, mégis megtisztultunk. Testünk éhezett, szomjazott és fáradt, mégis úgy éreztük a csíksomjói szűzanya lábainál, hogy utoljára édes anyánk ölében volt ilyen jó dolgunk. Ma pedig eljöttünk ide Gyimesbükre, hogy imádságban álljunk meg együtt hőseink sírjánál, és itt is emlékezzünk arra, hogy mi, magyarok, összetartozunk. Kedves barátaim, a nemzet közös örökség, közös jelen, közös jövendő. Ha meg akarjuk érteni jelenünket és be akarunk hatolni jövendőnk titkaiba, ha megmaradásaink útjait keressük, mindenek előtt emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell arra, hogy mi, magyarok, összetartozunk. Ezek a honvédsírok, amelyeket jelölve vagy jelöletlenül, ezek a völgyek és ezek a hegyek körös körül az elmúlt 1000 esztendő alatt magukba fogadtak, erre figyelmeztetnek. Emlékeznünk kell azokra a fiúkra, akik odaadták a legtöbbet, amit ember adhat. Teljesítették kötelességüket a végsőkig. Akkor is, ha már nem volt remény. Fájdalmas, kínos, kegyetlen halált haltak. Mégsem tragédiájukra kell emlékeznünk, hanem helytállásukra. A poklokat megjáró magyarokra, akik mindvégig meg tudták őrizni emberségüket és hitüket. A hitüket abban, hogy összetartozunk, és a hitüket abban, hogy az áldozatuk nem volt hiába való. A haza abból jön létre minden nemzedék életében, hogy az egyes emberek és a belülük felépülő közösségek összeadják erejüket. Így volt ez háborúban és békében minden időben. Mi is csak így nyerhetjük meg a hazát, a magunk számára. Ezért hát, kedves barátaim, emlékeznünk kell arra is, hogy a magyarság jövőjét nem a múltja dönti el. Az dönti el,
hogy itt és most mit teszünk meg egymásért. Az dönti el, hogy mit teszünk meg azokért, akikkel minden nap együtt élünk az otthonunkban, azokért, akik velünk egy utcában laknak, és azokért, mindazokért, akik velünk egy nyelvet beszélnek. Az dönti el a jövőnket, hogy mit teszünk meg a nemzetért. Az dönti el, hogy lesz-e közünk egymáshoz határon, innen és túl. Az dönti el, hogy lesznek-e közös tetteink, hogy részt veszünk-e egymás életében. Az dönti el a sorsunkat, hogy vállaljuk-e azt a részt a nemzet életéből, ami nekünk személyre szólóan jutott. Vállaljuk-e azt, amit csak mi tudunk megtenni a magunk helyén. Most, amikor meghajtjuk fejünket a hősök emléke előtt, tegyük ezt azzal a szent és szilárd elhatározással, hogy ami rajtunk áll, azt mi is meg fogjuk tenni. Megtesszük önmagunk és a ránk bízottak boldogulásáért, az előttünk járó és az utánunk következők nemzedékének. Megtesszük azért, hogy valóban összetartozzunk mi magyarok. Ments meg Isten, sejhaj az öt parolis ruhától, a bicskámot a komisz kenyérvágástól. Komisz kenyérbe keserű a bele, gyáva gyenge gyerek, ki nem eszik belőle. Komisz kenyérbe keserű a bele, gyáva gyenge gyerek, ki nem eszik belőle. Itt állunk a Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb 30-as számú őrháza mellett, amely ékszerként áll valamennyiünk előtt. Ezzel kezdődött minden. A gyimesi csodaként emlegetik ezt az őrházat, a gyimesvölgyi csodaként. Valóban ez a csoda ösztönzött bennünket arra, hogy tovább lépjünk és folytassuk a munkát. Nem egy-két embernek a munkájáról van szó. Csapatmunka volt mindaz, ami lehetővé tette, hogy ezeket a megvalósításokat létrehozzuk. Nagyon-nagyon sok ember állt a hátunk mögött, határon inneniek és határon túliak egyaránt. Senki részéről nem tapasztaltunk ellenállást, miközben a munkánkat végeztük. Köszönetet mondunk mindenkinek ezért. Itt áll mellettem egyik ember, akinek köszönhető az, hogy az első nosztalgia vonat 2008-ban befuthatott Gyimesbükre. Táncos Barnái a szó. Isten hozott titeket ide, köszönjük, hogy évről évre elhozzátok nekünk azt a szeretetet, amellyel... Köszönjük azt a szeretetet, amelyel évről évre megerősítettek bennünk azt a hitet, hogy nem hiába mindaz, amit mi naponta itt elvégzünk, nem hiába van az a munka, amelynek köszönhetően ma itt megünnepelhetjük a 30-as őrháznak a felújítását, megünnepelhetjük mindazt, és kimutathatjuk azt a nemzetünk iránt érzett szeretetet, amely összekovácsol minket. 2008 tavaszán, amikor Hámori Ferenc javaslatára Bilibó Guszti bácsi segítségével megálmodták a címeres mozdony kirándulását Gyimesbükre, nem hittük, nem is álmodtuk, nem mertük álmodni azt, hogy Csíksomlyó mellé egy új zarándok helyet létesítünk. Nem is reméltük azt, hogy évről évre vissza fogtok ide jönni hozzánk. Erre a földre, amelyre akkor, amikor begurult a címeres mozdony, minden egyes székelyfaluba, minden egyes erdélyi faluba piros-fehér zöld zászló fogadta. Azóta se láttam talán annyi felnőtt, megtermett embert könnyezni a meghatottságtól. Köszönjük, hogy itt vagytok. Habár csak 3 éve jár vissza ide a címeres mozdony, már anekdóták, legendák terjednek róla. Közülük az egyik az, hogy ide, amikor az állomásra bejött a címeres mozdony, akkor az egyik gyímesi bácsika oda menve a mozdonyvezetőhez azt mondta neki, hogy gépész úr, késtek? Azt mondta a gépész, hát igen, nehéz volt feljönni a lóvészi hágon, egyedül volt a nohab,
nehéz volt a munkája, nem, gépész úr, késtek 60 évet. A híd mindjájunk fejében azt a képzetet hozza, hogy összeköt. Legyen ez a híd egyrészt üzenet a mindenkori magyar kormányok felé, hogy mi gyímerfüggi magyarok is igényeljük a magyar nemzethez való tartozásunkat. Másrészt üzenet legyen román testvéreink felé is, hogy mi nem határokat építünk, hanem hidakat emelünk egymás közé, amelyeken átjárunk, és amelyeken átjárva ők hozzánk, mi pedig hozzuk egymás kultúráját, történelmét tisztelhetjük. Mert a 21. század jövője csak az lehet, hogyha civilizált módon közeledünk egymásokhoz, hogyha kölcsönös megbecsülés létezik a különböző nemzetiségek között. A hidakat azzal győzzük le, ha átmegyünk rajtuk, minden visszatérésünk vereség. Győzzük le sokszor, hogy átmegyünk, és hidaljuk át az életünket a szeretettel, a Szentlélek kiáradásának, ünnepének megtartásával, mert a lélek az mindig szárnyakat adott, és hiszem, hogy most nekünk pünkösd ünnepe a hidavatása és az imádságos lelkület, ez is szárnyat ad a megmaradásunkban, az értékeink megőrzésében. Legyünk hidépítők, még akkor is, hogyha nagyon sokszor nehéz, hogy ezáltal valóban Isten nagyobb dicsőségét népünk, nemzetünk jövőjét szolgáljuk. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Édes hazánkról, ne feledkezzél el, szegény magyarokról.